A tea egy rendkívül jótékony ital, a teázás pedig egy életérzés, és ennél még sokkal több. A nyári teázási szokásokról fogunk beszélgetni, illetve arról, hogy most itt a járványhelyzet után mennyi mindent tud adni a teázás ugye az embereknek. Igen, én úgy gondolom, hogy ez az alapja a dolognak most a mostani világunk, egy kicsit felfordult világunkban. Nagyon sokan, akik eddig nem foglalkoztak az egészséggel, vagy nem foglalkoztak a betegségekkel, azoknak is a figyelme erre irányul. Érezhetően félnek az emberek, van egy markáns félelem a levegőben, és úgy gondolom, hogyha ezt előre és korán elkezdjük, illetve korán elkezdünk ezzel foglalkozni, és tényleg egy kicsit több kitartása van az embereknek, akkor egészen biztosan, hogy az egészség az meg lesz, köszönhetően a teának. Tehát a tea egy annyira fantasztikus dolog, úgyhogy nem hiába gondolják Ázsiában, hogy az istenektől származik, nem hiába gondolják, hogy az örök élet titka, vagy az örök egészség elixíre, mert valóban erről szól, tehát számtalan, gyakorlatilag felsorolhatatlan jótékony hatása van a teának. Azon kívül nem is beszélve arról, hogy a világunkat megváltoztatja. Tehát amikor teázunk, akkor ahhoz nagyon sok önismeret, nagyon sok önfegyelem, empátia szükséges, egy kicsi befelé fordulás. Tehát a tea az mindig is, én nem győzöm hangsúlyozni minden fórumon, hogy mindig is több volt, mint tea. Tehát nem csak arról van szó, hogy fogom, beleöntöm a teát és a tea leveleket, és leöntöm, sokkal több ennél. Tehát aki elindul ezen az úton, és csak nem kell különleges, szofisztikált dologra gondolni, egyszerűen csak arról van szó, hogy előveszek egy teát és elkészítem. Aki elindul ezen a teás úton, egészen biztosan megváltozik körülötte a világ. Ugye nagyon sokan emlegették most a koronavírus kapcsán, hogy lelassult az életünk, megváltozott az idő. Lehet, hogy esetleg sok embernek eszébe jutott, például egyébként nekem is, hogy milyen jó lenne teázgatni otthon, de milyen teával kezdjek én, aki mondjuk egy, nem tudom, megfőzök egy teát, maximum is gyorsan megiszom, nagyon ritkán, tehát hogy erre az elmélyülős teázásra, erre milyen tea alkalmas? Én úgy gondolom, hogy bármelyik tea, tehát teljesen mindegy, az a lényeg, hogy tea legyen. Itt azért a magyar nyelvben, illetve a magyar köztudatban ezt se tisztázott, hogy mi is az a tea. Tehát alapvetően a tea az egy botanikai növény, botanikai faj, a kamélia félék családjába tartozik, ennek több alfaja van, van a sinensis, van az assamica, és még a kambodzsai fajta, de és még azon kívül több. Tehát az a lényeg, hogy egy kamélia növényről beszélünk, és annak a különféle gyártási technológia alapján elkészített leveléből. Tehát itt nem piros tejáról van szó, nem herba tejákról van szó, bár azok is hatalmas nagyok, nagy a választék ebből Magyarország, ráadásul nagy hatalom herbákban, de most a tejáról beszélünk, tehát az igazi tejáról van szó. Azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy egy fehér tejával, sárga tejával, zöld tejával, fekete tejával kezd az ember, csak elkezdje. Én azt szoktam mondani, hogy az embereknek, ez is egy nagyon érdekes, az átlag embernek az ízlelő bimbója gyakorlatilag egy nagyon-nagyon alacsony szinten áll, és pontosan azért, mert hozzá vagyunk szokva a nagyon, nagyon erőteljes, intenzív ízekhez. A nagyon sóshoz, a nagyon cukroshoz, a nagyon savanyúhoz, és ezt szeretnénk viszont látni aztán a csészénkben, vagy a megszokott tányérunk, vagy tányérunkon. Tehát azt gondolom, hogy először ne azzal kezdjük, bárki bármit mond, vagy látunk ugye teaszakértőket, hogy különleges teákat fogyasztanak, vagy teaművészeket, akik különleges tiszta teákat fogyasztanak. Én azt gondolom, hogy mindenkinek saját magának kell eldöntenie, hogy hol áll ezen az úton. Tehát nem máshoz kell hasonlítanunk önmagunkat, hanem mindig önmagunkhoz, az önmagunk fejlettségi szintjéhez. Tehát ha valaki nem ismeri a teákat, akkor azt mondanám, és visszatérve akkor a kérdésedhez, az eredeti kérdésedhez, hogy igen, aki még nem találkozott például egy zöld tejával, akkor azt mondanám, hogy válasszon először egy picit ízesített zöld teát. Tehát egy kis szirommal, egy kis gyümölcsel, vagy fűszerekkel ízesített zöld teát, mert annak már van egy íze. És akkor azt az íz talán valahova köthetjük. És akkor utána amikor következő alkalommal vásárolunk teát, akkor már egy kevesebb ízesítésűhez nyúljunk. És gyakorlatilag óhatatlan, és ez egészen biztosan elő fog fordulni, hogy egy tanulási folyamatnak a részeseivé fogunk lenni, tehát szépen folyamatosan változik az ízlésünk, és más tejákhoz fogunk aztán nyúlni. Ugye a koronavírus kapcsán esetleg kerestek téged olyan kérdésre, hogy immunerősítő tea, vagy egészségmegőrzésre alkalmas tea, erre minden tea alkalmas, vagy milyen tejákat ajánlanál erre az időszakra? Alapvetően azt gondolom, hogy igen, mindegyik tea alkalmas erre, tehát igen, a koronavírus kapcsán, hogy az immunerősítés, ez volt a legfontosabb a mindenki számára.
De ne felejtsük el, hogy a kamélia, amikor leszedjük, akkor gyakorlatilag nem más, mint egy polifenolbomba. Polifenolbomba pedig az egyik legfontosabb antioxidáns a világon. Tehát ennél jobban a szervezetünket erősíteni, és az immunrendszerünket karbantartani, a vénáinkat, a szívünket, a kiválasztó szervrendszerünket, és az emésztő szervrendszerünket karbantartani egyszerűen nem lehet. Tehát olyan hatalmas mennyiségű hatóanyag van található benne, amely gyakorlatilag azt lehet mondani, egy ilyen atombomba a szervezetnek, úgy hat, ez folyamatos fogyasztással érhető el természetesen, tehát nem arról van, hogy most egyszer megiszom egy teját, hanem folyamatosan kellene, de minden, tehát a tej egy olyan érdekes dolog, hogy minden bizonyára te is tapasztaltad, hogy kiemelnek akár az interneten is bizonyos témaköröket, amire egy-egy teját azt mondják, hogy az a legjobb. Bármit ki lehet emelni, mert a teja az egy ilyen nagyon általános, egy ilyen tényleg egy Jolly Joker, hogy mindenre jó. Vannak olyan teák, amelyek egyes bizonyos például immunerősítésre egy kicsit jobban, mint a másik, de alapvetően minden teja alkalmas erre, és az a lényeg, én csak arra biztatok mindenkit, hogy fogyasszon teját, bátran fogyasszon teját, megváltozik a testérzete, megváltozik a gyakorlatilag az egész funkciója a testének, az egész működése megváltozik, és úgy gondolom, hogy ez nagyon rövid távon is eredményt hoz. Tehát ha ezt mondjuk egy 2-3 csésze teját elfogyasztjunk naponta, mondjuk egy hónap után érdemes lenne azt megfigyelni, saját magának, az embernek megtapasztalni, és erre figyelmet fordítani, milyen változás történt, mert változás történni fog. Azért pár alapszabály van, például ugye, hogyha úgy művészeti szempontból szeretnénk teázni, nem cukrozzuk, nem citromozzuk, és jó, hogyha nem filteres teát iszunk, ugye vagy? Igen, én nem gondolnám azt, hogy ez művészeti dolog, egyszerűen csak arról van szó, hogy valamit már megint elveszünk magunktól. Tehát cukrot említetted. Én azt szoktam mondani, hogy a teát, itt egy tanulási folyamatról beszéltünk, tehát a teát a teáért fogyasszuk. Ha cukrot szeretne valaki fogyasztani, akkor semmi gond, utána fogyaszthat cukrot, mert az egy más ital lesz. Ez még hagyján úgy gondolom, mert itt az ízlésről van szó, ugye de gustibus non est disputatum, tehát ízlésről nem nyitunk vitát, ha valaki szeretne ízesíteni cukorral, vagy mézzel, vagy egyébbe, tegye meg. A probléma itt, amit említettél, a citrommal van, ugye a citrom segítségével, idézőjelbe segítségével, az történik, hogy mondjuk egy lúgos közegből csinálunk egy savas közeget. Tehát alapvetően a teja az egy lúgos közeg, amire nagyon szüksége van a szervezetünknek, mert sajnos az étrendünk az enyhén szólva savasítja a szervezetet, és ugye ez táptalaja mindenféle betegségnek. Tehát a teja alapvetően egy lúgos közeg, amit ugye beletesszük a citromot, és abban a pillanatban egy savas közeget hozunk létre. Tehát ez is egy, mert ehhez vagyunk hozzászokva, de hát ez úgy gondolom egy felnőtt embernél, de akár gyereknél is, hát ha azt akarom, akkor máshoz leszek hozzászokva, és úgy gondolom, ez nem lehet kérdés. Igen, és a harmadik dolog, amit említettél itt az ízesítés folyamán, vagy ízesítés mellett, hogy úgy gondolom, hogy az is nagyon fontos szempont, hogy kitartsunk mellette. Tehát a kitartásunk, és az, hogy egy picit tudatosabban, én mindig a tudatosságra szeretném felhívni a figyelmet, hogy tudatosan, igen, én most szeretnék tejázni, szeretném azt a 3 percet, mert nem több, tehát a filterteja is ugyanannyi idő alatt készül el, mint egy igazi szálas teja, ugyanannyit kell áztatni, csak az a pici dolog, hogy nem mondják azt nekem, hogy az könnyebb, hanem én magam tapasztalom meg, hogy így az nem könnyebb, akkor innentől kezdve szerintem a igenis jobb minőségű tejaleveleket fogok használni. A probléma a filterrel nem is maga a teja. A probléma a filterrel az adalékanyagok, amiket beletesznek, a színezőanyagok, amiket, és a nagyon durva aromák, amiket beletesznek, hiszen nagyon kevés csekély mennyiségű tea található ezekben a filterekben. Egyszerűen csak arról van szó, hogy nem tudnak annyit beletenni, és nem is érdemes, mert ugye nagyon olcsóak. Tehát a legolcsóbb, legalacsonyabb levélosztály, ez a bizonyos dust levélosztály kerül a filterekbe, teljesen fölösleges jobb teát beletenni, így egyéb más adalékok, anyagokat beleteszünk, és akkor így működik a dolog. Tehát erre kellene szerintem az emberek figyelmét fölhívni. Most egy kicsit beszéljünk a nyári teázásról. Itt van előttem, ez nem filteres teja szerintem, zöld teja, ugye? Igen, ez egészen biztosan. Ezt esetleg a meleg nyári hónapokra ajánlod? Hát persze, mindenképpen ajánlom. Kóstold meg, légy szíves. Nem tudom, hogy mit fogsz tapasztalni, kérlek szépen. Minden, ugye nagyon friss íze van. Nagyon friss íze van, igen. Tehát a teázás az ugye tapasztalati úton működik. Én mindig azt mondom, hogy nem kell nekem hinni, senkinek nem kell hinni. Mindenki tapasztalja meg saját maga, próbálja ki, kóstolja meg, ő rá hogy hat és hogyan fog ízleni. Na, az érdekessége ennek, hogy ezt nem látod forró vizet, ez jéghideg vízzel került leöntésre ez a teja.
Ugye minél jobb minőség egy tea levél, ez most egy zöld tea, mert most úgy gondoltam, hogy a mai meleghez egy zöld tea dukálna. Minél jobb minőség egy tea levél, annál alacsonyabb hőmérsékletű vízzel leönthető, sőt illik leönteni. Tehát nagyon gyakran előfordul például, hogy én amikor elkészítek egy frissítő teát, akkor jéghideg hűtőből kivett lehetőség szerint ugye minél kevesebb oldott ásványanyaggal anyagot tartalmazó vízzel öntsem le, szűrt vízzel. Tehát a víz itt nagyon fontos, mert ugye hideg vízzel öntöm le. Tehát a víz minősége itt fontos, szűrt vizet kell használni, leöntjük a hideg tea levelet, hosszabban kell áztatni természetesen, de mivel ez japán tea, tehát ez annyira különleges, annyira szofisztikált, körülbelül egy ilyen 8 percet áztattam, hogy ilyen legyen, és egy nagyon light, nagyon frissítő, elolvad a szádban, egy szerintem fantasztikus íze van. Hát nagyon élvezett veled beszélgetni, szerintem ezt órákig tudnánk folytatni, de mondjuk, hogyha valaki elmegy hozzátok, akkor hosszan el tud arról beszélgetni, hogy milyen teát. Hogyne, és én ajánlat, nagyon szívesen adok mindenkinek ajánlást. Tehát, hogy ez pontosan, ez nagyon jó kérdésed volt, hogy mivel kezdjem. Ugye ez attól is függ, hogy hölgyről, férfiről van szó, hány éves, milyen problémái vannak, mert akkor ránézésre, vagy hát egy-két szavas beszélgetés alapján én meg tudom neki mondani, hogy mivel kezdjem, mi az az a teja, ami megfelelő lenne, és sikeres lenne számára, és tudja fogyasztani, és hát nem utolsó sorban pedig hathatós segítség lenne bizonyos problémáira. Na hát szerintem a kis beszélgetésünkből kiderült, hogy a tea egy egészen más minőségű dolog, mint amit sokan hisznek róla, úgyhogy azt javaslom, hogy mindenki teázzon sokat, vagy kezdjen el teázni, ha eddig még nem tette.